A tekercsoport újra Szegeden jár. Nemrég az Agórában építettetek egy képet, egy nemzetközi projekt keretében, erről akkor beszélgettünk. Most ide a színre mi hozott titeket? Igen, újra az amerikai nagykövetség támogatásával érkeztünk meg, és a szegedi American Corner támogatásával építettünk most két képet. Milyen képekre érkezett a felkérés? Igen, hát mindenképpen ugye Szeged 300 éves, ezért szerettünk volna egy olyan portrét készíteni, ami Szegedhez kapcsolódik. Így készítettük el tegnap Danko Pista portréját, és a mai nap pedig Emily Green Nobel békedíjas portréja készült el. Három színből, fehér, piros és kék használatával, ami természetesen az amerikai zászló színeit használta fel. Már beszélgettünk ugye a legutóbb is, hogy azért nem mindig mindent vállaltok el, meg nem mindig mindent engedélyeznek számotokra, részben a Legónál, részben saját magatok szűrője okán. Így most hogyan került kiválasztásra pont ez a kettő? Igen, ahogy mondtam, ugye Szeged 300 éves, ezért szerettünk volna egy olyan képet hozni, ami nyilván kapcsolódik Szegedhez, elég konkrétan. A másik pedig ugye, hogy a szegedi amerikai sarok segítségével tudtunk itt megjelenni, ezért úgy gondoltuk, hogy egy amerikai portrét is készítünk. Ez a második kép azért is készült, mert ugye Emily Green nagyon sokat foglalkozott a hátrányos helyzetűekkel, illetve azokkal, akik az országba frissen érkeztek még a 1900-as években, és ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen a témába olyat szeretnénk, ami ilyen társadalmi összefogásra, illetve a hátrányos helyzetűek felkarolására is jó példa. Hol fogtok legközelebb dolgozni, hiszen ti most úgy látszik, hogy ilyen országjáró turnéra mentetek, hiszen ugye az előző projekten is több helyen voltatok, most itt vagytok Szegeden, de előtte is voltatok már máshol, innen hova mentek? Igen, hát a mai nap folyamán volt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban az országos szakképzési tanévnyitó, úgyhogy arra is készítettünk egy képet, néhányan onnan érkeztünk a mai napra meg. Jövő hét után pedig a Nyíregyházi József András Múzeumban fogunk majd egy mozaikot építeni, ami kapcsolódik az ottani andragógiai konferenciához, illetve a most megtekinthető Szényei Merse Pál kiállításhoz. És végezetül egy hangulatjelentést kérünk, hogy milyen volt az idei színe számotokra. Fergeteges, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon örülünk, hogy sokan eljöttek és megnéztek minket, illetve segítettek a képek megépítésében. És hát ugye most így, hogy befejeztük a képeket, most maradunk még egy kicsit fesztiválozni.